Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivan Atura televíziót láthatnak, és ezen belül is más hangszeretett társalgás adássorozatunk van. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióba Szollár Szilviát. Köszöntöm a nézőket. Köszönöm szépen, hogy újra eljöttél, Szilvi. Nagyon szerettünk volna még többször találkozni veled, mert valami olyan dolgot indítottál el bennünk, és hát reméljük, hogy a kedves nézőkben is. Ami minket nagyon meglepett. Ugye elolvastuk a könyvedet, beszélgettünk veled egy párszor az életveszélyek biológiájával kapcsolatban, és annak ellenére, hogy csak néhányszor beszélgettünk, még így elmondtad, megmutattad, hogy hogyan konzultálsz az emberekkel, akiknek szüksége van rád, elkezdődtek bennünk ilyen emlékezések. És akkor innen szeretném indítani a mai beszélgetésünket, hogy bármennyire is vagyunk már tudatosak, és jelen vagyunk az életünkben, többnyire már kontrollálni, felügyelni tudjuk azt, hogy mit cselekszünk, mit mondunk, mit eszünk, hogyan vélekedünk a világról, meg egyebekről. Annak ellenére vannak bennünk bizonyos erők, amik ezt mindig felülírják. És a te kutatásod, a te módszered, az tulajdonképpen egy ilyen területet tud kinyitni, vagy feltárni, amire bármilyen tudatos is az ember nem látunk rá. Valami letiltja ezt, valami leblokkolja ezt. Mondok egy példát, velem többször előfordult már az, hogy voltam temetésen, és nekem valahogy olyan az életemben a temperamentumom, vagy a habitusom, hogy nem vagyok egy ilyen szomorkodó típus, nem vagyok egy ilyen depressziós típus, és ezért amikor a legszomorúbb helyzet van, vagy áll elő, na én nekem akkor kell viccelődnöm, vagy. De közben tisztában vagyok vele, hogy itt mi illik, de nem tudok igazán szomorú lenni, és itt sokszor az nagyon rosszul, bántó módon is sült el, miközben már tudatos vagyok arra, hogy nekem van ez a tulajdonságom, hogy ilyenkor én nem viselkedek az alkalomhoz illően, megfelelően, vagy nem tudok azonosulni, együtt érezni a szomorúsággal, mindig csak a vidámság, meg a komolytalanság. És én azt szeretném tőled kérdezni, hogy mitől ilyen erős az a tudatalattiban lévő valami, hogy akár még egy ilyen helyzetben is uralkodik felettem, és egy olyan viselkedés, vagy egy magatartást vált ki, szinte bele kényszerít, amit lehetek én bármilyen erős és viselkedős és fegyelmezett, akkor sem tudom megfékezni. Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés, mert ezen keresztül elég sok lényeges dolgot meg tudok mutatni, vagy el tudok mesélni a nézőknek. Le tudom venni, aki hozzám fordul, a terhet, az önvádnak a terhét, természetesen azzal a felelősséggel, hogy mások hibáztatásának a terhét is le tudjuk venni ezzel a módszerrel egymásról, hiszen a tudattalan jól meghatározott céllal késztet bennünket bizonyos kommunikációra. Ugye az már évtizedek óta, talán 100 éve is igazolt már, hogy javarészt tudattalanul kommunikálunk. Akkor itt rögtön már, ha te is tudattalanul kommunikálsz, én is tudattalanul kommunikálok, akár egy temetésen, akkor semmi értelme egymást hibáztatnunk, vagy magunkat hibáztatni, ugye ez könnyen belátható, hogy teljesen logikátlan volna. De ha meg szeretnénk érteni, hogy mi motiválja a tudattalant,
akkor persze lehet az egész emberiség tudattalanját nézni, hogy általában mi motiválja, és közvetlenül a kliensét mi motiválja. A válasz minden esetben a szükségleti piramisunkban mi a legfontosabb mindannyiunk számára, minden egyes sejt, minden egyes szerveződés, minden egyes élőlény szempontjára, ha belegondolunk, talán a légvételre gondolnánk, hiszen 2-26 percig bírjuk ki légvétel nélkül, de ezzel nem sokra megyünk egy temetésen, hogy tudjuk, hogy a légvétel a legfontosabb számunkra, de van egy ennél sokkal fontosabb dolog is, és ez pedig az életben maradásunk igénye. Az életben töltött idő meghosszabbítása, hiszen gondoljunk bele, hogyha mondjuk a szomszéd stúdióban épp egy fegyveres rabló tevékenykedik, visszafojtjuk a lélegzetünket. Ez a gondolatkísérlet az igazolása annak, hogy a légvétel igényét, ami a legszükségesebbnek tűnik számunkra, van, ami felülírja, mégpedig az életünk védelme. Hogyha ez mindent felülír, akkor meg kell nézni minden nehézségünkben, hogy vajon miért érdeke a tudattalan életvédelemnek, hogy most ez történjen velem, hogy én nekem nevetgélnem kelljen egy temetésen, pedig tudom, hogy mindenki megítél, és azt is tudom, hogy tudatosan nem ezt szeretném tenni. És itt elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy lehet tudatosan étkezni, de meddig, honnan tudom, hogy a tudattalanom is így akar étkezni, vagy én akarok? Hol van a határ, ahol meg tudom figyelni, hogy mi jó a tudattalannak? És itt egy picit az a, nem szeretném a nézőket elijeszteni, de az a kvantumfizikai alaptételt itt azért segítségül kell hívni, hogy mint minden kísérletet, a tudattalanom megfigyelését is, amikor megteszem, akkor módosítani is tudom. Hiszen ismerjük, hogy a kísérletet végző, megfigyelő befolyásolni tudja magát a kísérleti eredményét a tudatával, és ez nem ezotéria, hanem ugye Schrödinger ezt már megállapította. Tehát, ha ezt szeretnéd használni egy temetésen, akkor arra kell választ keresned, mielőtt odamész célszerűen, hogy miért tart téged a tudattalanod vajon jobban életben, miért gondolja, hogy jobban életben maradsz tovább, hogyha te a társadalom által elvárt szabályoktól eltérően viselkedsz. Akár ebből ki lehet indulni, akár abból, hogy miért jelent neked a gyász nevetést, és akkor meg kell vizsgálni ugye a születésnapodat, az első születésnapodat megelőző 2,5 évet az életvédelem szabályai szerint, hiszen ezt magzati korban ugye letöltjük a szülői konfliktusokat, hogy ott volt-e valami hasonló esemény, hogy valaki egy gyász állapotban nevetgélt. Mert ezt rögtön úgy ítéli meg a tudattalan, hogy hopp, anyu nevetett azon a temetésen, és egy kicsit megbélyegezték, de hát éppen egy kukac a vállára esett, akkor én is így fogok élni, minden temetésen nevetgélni fogok, mert ez egy túlélhető konfliktus. És ezt ugye, aki most hall először az életveszélyek biológiájáról, azok kedvére elmondom, hogy a születésünket megelőző időszakot ugye letöltik az ivarsejtek, az zigóta már ezt megkapja. Ezek laborkísérletek által igazolt tények, és ez lesz idézőjelben a sorsunk nyilván, amíg fel nem tárjuk, és meg nem értjük, hogy a szabály az, hogy addig sem találkozok túl nem élhető életveszélyekkel, amíg ezt a túl élhetőnek bizonyult konfliktus sorozatot ismétlem, amit a szüleim vagy én tapasztaltam az életem kezdetén. És a másik, ami irányba célszerű lenne elmenni ilyenkor, hogy a családodnak, hiszen a családnak van egy mára elfeledett összetartó ereje, ami megmentheti a családokat ma, amikor nem divat már családban élni és beszélgetni, hanem
inkább cimboráka vagy egyéb probléma megoldási lehetőségeket keres az ember, pedig a kertünk kapujánál túl nem érdemes messzebb menni a válaszért, hiszen a családi nem energetikában, hanem a tudattalamban minden választ megtalálunk milliméter pontosan. Tehát a te születésedet megelőzően már anyukád is váratlan azért nevetett egy temetésen, mert valaki így túlélt életveszélyt, és ez most hihetetlennek tűnhet annak, aki erről először hall, de most már 1000 tünet feltárásnál tartok, és milliméter pontosan 1000-ből 1000-szer így történik, hogy az életünket nehezítő problémák, azok a lenyomatai az őseink, családunk életveszélyben szerzett tapasztalatainak, és ha úgy éli meg a tudattalan, mert nem lett kibeszélve, mert beszélgetni is elfelejtettünk mostanában, hogy ez egy túlélhető életveszély, akkor bizony az utódok sorsa eddig igazoltan 700 évig ez lesz. Hogy nevetgélnek a temetésen? Nem, most így köszönöm, hogy ennyiszer kimondtad, Szilvi, tehát így ezt így jó volt így önkritikát gyakorolni e felett. Én nekem is volt ezzel dolgom, hiszen utána én magam is elszégyeltem magam, és ugye az volt a magyarázat rá, a mentségem saját magam felé, hogy gyakorlatilag a haláltól félünk a legjobban, és magát, ezt a félelmet, ezt a halálfélelmet tudja oldani egy fajta nevetés, ami nem egy szívből jövő boldog nevetés nyilván, hanem egy ilyen elbagatelizálása a helyzet súlyosbításának, vagy a súlyosságának, és ugye ilyenkor az szokott eszembe jutni, hogy az emberek is, illetve az univerzumnak az energia törvényei valahogy úgy működnek, hogy mindig a gyengébbet bántja, aki jobban fél, és mint ahogy az állatok is, megérzik ugye azt, csak azt támadják meg, aki megérzik, hogy fél tőle, és igazából talán ezt érzem a haláltól való megmenekülésnek, hogyha én nem félek a haláltól, vagy megoldom azt akár egy spirituális ébredéssel, hogy megértem a halál természetét, és többé nem félek tőle, akkor azt gondolom, hogy ezt én meg tudom úszni, vagy el tudom kerülni. De mindegy, nem is erről szeretnék, mert ez most csak egy példa volt, hogy magát ezt az egész folyamatot, hogy mennyire fontos az, amit te felfedeztél, és hogy mennyire jól működik ez, hogy mindjárt 2 dolgot is szeretnék, ami nagyon fontos szerintem, és az egyik mondta te is, hogy nem nagyon beszélgetünk egymással. Hát ezekről a dolgokról meg főleg nem. És azt szeretném tőled kérdezni, hogy mennyi olyan dolgot tapasztalsz a konzultációk során, vagy az esetfeltárások során, amikor olyan dolgokra derül fény, amit egyedül élünk meg, tudjuk, hogy ezt soha nem fogjuk elmondani senkinek, nem is akarom elmondani, sőt, ugye mondjuk valami titok, nehogy Isten, megtudtam valamit valakiről, vagy lebuktattam valakit, és megesküdtem, vagy megeskedtek engem, hogy erről nem beszélek soha, és ezt mi képesek vagyunk annyira elfelejteni, hogy mi magunk döntjük el, hogy én már pedig ezt el akarom teljesen felejteni. És mondjuk lehet, hogy 3 évesen történt egy ilyen, lehet, hogy 5 évesen történt egy ilyen, lehet, hogy magzati korban történt valami, vagy még a leszületés előtt történt már valami, hogy mennyire terhes, mennyire sok van ebből az embereknek, mennyire sok ilyet őrzünk, ami magától csak ugye az élethelyzeteinkben fog megjelenni, de én hiába akarom az életemet egy tudatos életmóddal, vagy akár egy ilyen tényfeltárással megsegíteni, elfelejtem, mert én azt úgy eldöntöttem, vagy annyira megijedtem, vagy az életem múlt ugye rajta, hogy amik így tényleg már annyira mélyen vannak, Szilvi, egy kicsit menjünk ilyenekre, hogyha 1-2 példát is tudsz erre mondani, ezt nagyon megköszönném. Már csak azért is, hogy segítsünk a nézőknek abban, hogyha esetleg pont ebből az okból még hozzád sem mernének elmenni, senkihez nem fognak elmenni, mert pont ezt döntötték el, hogy soha senkinek nem fogok beszélni róla.
nehezet kérdezel, mert olyan szövevényes az életveszélyek biológiájának ez a törvény, ez a szabályrendszere, hogy mindegyikről lehetne 2 órát beszélni, mindegyik rész kérdésedről, és megpróbálom valahogy egy ilyen logikusabb egységbe terelni. Az, hogy elfelejtünk, vagy nem felejtünk el, nem mi döntjük el. Amikor sose felejtsük el azt, hogy az ébrenlétünk 95%-ában, a kommunikációnk 95%-ában, most ez tetszőleges, hogy 85 vagy 99-et mond az ember, kutatója válogatja, hogy ki hány százalékot ad ennek, a döntéseink szinte 100%-ában nem vagyunk tudatosak. Nem tudjuk eldönteni, hogy el akarom felejteni. Csak azt hisszük, hogy tudatosak vagyunk. És eddig bárkinek bármilyen problémája, elve, meggyőződés rendszere mögött mindig megtaláltuk 1000-ből 1000-szer valamelyik családtagjának az ehhez kapcsolódó életveszélyét. Én tudom, hogy nem annyira szimpatikus, hogy a szabad akarat mítoszát most megtépázom, viszont egy csodálatos ösvényre vezet ez el. A buddhisták a nemes ösvényeknek hívják, de ezt prózaibban is el lehet mondani, az ítéletmentességhez vezet el. Mert ha a tudattalanom dönt, akkor felelős vagyok-e? Ha az vitapartneremnek is a tudattalanja dönti el, hogy perel, nem perel, akkor felelős-e? Milyen az a világ, ahol először abból indulunk ki, hogy miért tart engem jobban életbe, ha így döntök, vagy ha úgy döntök, és mielőtt megítélném a partnert, aki mondjuk szembe helyezkedik velem, először mindenki a saját házatáján elkezdene söpörni, anélkül, hogy önvád, önkritika, kisebb rendűségi érzés befészkelné magát, mert ha ezt az egyszerű jelenséget a hétköznapjaink részeként kezeljük, hogy minden tudattalanban dől el az én életem védelme érdekében, akkor semmi értelme a kisebb rendűségi érzésnek, az önvádnak, és így tovább a viszályoknak. De amikor egy kliens úgy érzi, hogy ő eltemet dolgot, akkor nekem pont ez a dolgom, hogy az kisebb, tehát minél nagyobb az ellenállás, nyilván abba az irányba kezdek kérdezősködni, de ezt nem én találtam ki, hanem ez már egy ismert pszichológiai tény. És a tudatos vagy tudattalan döntéseink, hogy valamit el akarunk felejteni, mert szégyeljük, vagy inkább eltemetni, akár egy múltbeli rossz élményt, azt mindenképpen meg kell különböztetni az életveszélytől, de ez bizony úgy kapcsolódik össze, hogy semmilyen szégyenteljes dolog, ami velünk történt, az nem történik meg, ha azt valamelyik családtagunk nem élte túl korábban, akár 700 évre visszamenőleg, és ezeket milliméter pontosan a feltárások igazolták. Ez talán segítheti a klienseket abban, hogy elmerjenek indulni a feltárás útján, és egymást pedig úgy tudjuk segíteni, hogyha a hozzáállásunkat az egész világnézethez, az világnézetünkhöz megváltoztatjuk. Mert ha mindent az életben maradás motivál, akkor tényleg szükségtelen a dolgok elfedése. És mégis megtesszük. De ha visszagondolunk a múltunkban, hogy hány gyereknek mondják azt ma is, hogy csönd, erről nem beszélünk, a családok igyekeznek elrejteni a szégyenfoltjaikat, de miért rejtik el? Mert volt egy kommunista rezsim, ahol életfontosságú volt, hogy titkaink legyenek, mert még egy disznóvágásról sem lehetett beszélni, mert ha ezt megtettük, akkor életveszélybe kerültünk. Aztán volt egy ávós, egy államvédelmi hatóságnak a terrorja, ahol például azt sem mondhattuk el, hogy a nagyapa vagy az apám a második világháborúban szolgált, hiszen ott az oroszokat támadta, most meg azok a barátok. Tehát ott is az életünket védte a titok, a dolgok elhallgatása. Mehetünk vissza az első világháborúba, Horthy, stb. Tehát a történelmünk, ez a visszamenőleg 100 év tele van annak az igényével, ami életveszélyben úgy rögződött a családtagokban, hogy legyünk valami hamis valóságban, ne mondjuk el az igazat, titkolózzunk, felejtsük el, legyen ez másként, és erre most mondanék egy példát.
nem szeretnék senkit megbántani a téma választással, de véletlenül most ez jutott eszembe, és azt gondolom, hogy itt akkor fel is vállalom az ellenségeink szeretetének a biológiai szükségszerűségét, hiszen most egy olyan példát fogok mondani, hogy meglátjuk, hogy mennyire szükségtelen az ellenségeinkre haragudni. És egy nagyon kellemes téma fog következni. Egy tünemény kopogtatott be hozzám, ragyogó szemekkel, és láttam rajta, hogy vagy mentőt hívok, vagy nagyon gyorsan adok valami finomságot neki, hiszen láttam, hogy az elmezavar szélén áll. És közölte, hogy ő egy bútorbolttól fél. Hát ilyenkor az ember hívja a mentőket, valljuk be, hogy egyszerűbb, hogyha ezt intézeti szinten kezelik. Én nem arra szerződtem, hogy betegeket kezeljek, de tettem egy tétova kísérletet, hiszen bíztam a módszerben és a megértésnek az erejében, és a kliens hozzátette, hogy a döntésemet azért még egy kicsit elbizonytalanítsa, hogy ő szerinte a strádák mellett az árkok túl mélyek, és ő ettől retteg. Mert szerinte azok nem árkok. Itt akkor az ember már megint elgondolkozott, hogy egészen biztos nem a mentőket kéne elhívni, de a megértés igénye és a kíváncsiság és a segíteni akarás nagyobb volt, gondoltam, amíg kiérnek, mégiscsak kezdek az esettel valamit. A hölgy nem tudta, hogy zsidó származású. És innen rögtön megértjük, hogy ahogy elkezdtem kérdezgetni, ahogy az ellenállás alakult, ahogy azt mondta, hogy ő tudna másik úton is menni a munkahelyére, de nem tud, mert valamiért mindig ott találja magát a bútorboltnál. Innen lehet tudni, hogy egy tudattalan életvédő mechanizmusról van szó, hogyha ő ott félelmet érzett, és a strádák mellett ő olyannak képzelte, mint valami koncentrációs tábort, azt a bútorboltot, amellől ugye egy stráda mellett volt, ahova már dobják is be a halottakat, és ettől volt halálfélelme. És a munkahelyét fel akarta számolni, emiatt a pánikbetegség miatt, emiatt a visszatérő halálfélelem miatt, az új germán orvostudomány szerint tudjuk, hogy ugye újra és újra már a halálfélelemtől fél, és ezzel szépen be is csavarja magát egy ma hétköznapi elmebajnak ismert, nem akarok idegen szavakat használni, maradjunk ennél az elmebajnál, és amikor rájött, hogy a szülei az ő érdeke védelmében titkolták a valóságot, hogy nekik vannak zsidó felmenőik, az ő tudattalanja újra és újra éltette vele a túlélésüknek a körülményeit. Ezért ezt a halálfélelmet ő újra és újra élte minden nap, és hiába akart direkt egy másik útvonalon eljutni a munkahelyére, nem tehette, mert a tudattalan robotpilóta üzemmódba kapcsolt, és csak a bútorbolt felé vitte, mert az a biztos, addig se eszi meg a medve, ameddig ő fél egy bútorbolttól, és remélem, hogy így értető voltam. Az egyik legszebb példa ez, mert ez a kislány nem is tudta magáról, hogy zsidó származású. És itt azért szeretném felhívni a felelősségünkre a figyelmet, hogy a magyarság nem az antiszemitizmusról híres. A magyarság az Eszénus béke evangéliuma szerinti, ahol ugye Jézus nevelkedett az apokrifok szerint, a mi hagyománykincsünkben az analóg gondolkodás, az ellenségeink szeretete benne van, de ha már keresztény államnak mondjuk magunkat, talán ennyi kitérőt megengedsz a vallástörténetben, hogy Krisztus a kereszten már felhívta a figyelmet a tudattalan viselkedés bűnmegelező voltára. Tehát ne tekintsük bűnnek azt, amit tudattalanul követünk el. Jézus azt mondta a kereszten, hogy bocsáss meg nekik, Istenem, nem tudják, mit cselekednek. És lám, a tudomány bebizonyította, hogy tudattalanul döntünk. Akkor erősen megkérdőjeleződik a bűn fogalma, nyilván el kell zárni azt, aki veszélyes a társadalomra. De a békjó helyett, mondjuk a megértéssel fordulni, az azt gondolom, hogy bennünket emel. És nem érdemes emellett elmenni, emellett a gondolat mellett. Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, a példádat,
A zsidó származásról pedig külön köszönöm, azért van valami összhang, mert én is egy ilyen példát szerettem volna ma felhozni. Mégpedig ugye látjuk azt, hogy a mostani helyzetben is a béke helyett, ahelyett, hogy megnyugodnánk, hogy egy járványügyi helyzetre van megoldás, egy szabadon választható megoldás, ehelyett két részre szakadni látszik az emberiség, és egyik győzködi a másikat, ami egyébként önmagában véve nem probléma, mert ez a kettősségnek a játéka, tehát maga a megnyilvánult világ, az egy duális kettősségen, mindig is kettősségen alapuló világ lesz. Viszont egy olyan dolgot szeretnék tőled kérdezni, hogy ugyanúgy megjelenik bennem az, amikor emberek tömegei ellenállás nélkül szót fogadnak az akaratnak, és bevonulnak a gázkamrába meghalni. Innentől kezdve megtörténik, ez hogy tud megjelenni a mostani időszakunkban, hogy valakinek maga az ellenállás, a hatalom, az utasítás, a parancs, a felajánlott, mondjuk én kimondom ezt, a felajánlott választható oltás ellen kell menjek, mert ha én engedelmeskedek, az a biztos halála számomra. És ezt egy kicsit, hogy meg tudjuk-e bolygatni, hogy tehát igazából itt is az van, hogy hiába tűnik teljesen észszerűnek, vagy akár észszerűtlennek egyik vagy másik megoldás, nem mi vagyunk azok, akik ezt eldöntik. Tehát itt is abba hagyhatjuk, ha mást nem. Éppen elég nehéz ezt kibogozni mindenkinek saját magában, hogy ő neki mi az életve, az élet, hogy mondtad, az életet támogató döntés, igen, vagy az életet megtartó döntés. Tehát ezt, ha valaki magában felismeri, az is lehet, hogy az oltás lesz az, ami az ő életét támogatja, az is lehet, hogy pont az elkerülése lesz az. És hogy ezt te hogy látod? Én már igazából én azt látom, hogy továbbra is csak egymás piszkálását kéne abba hagyni, és tisztelettel lenni arra, hogy valakinek a múltból fakadóan ezt kell meglátnia a saját sorsában, felismernie valakinek meg azt. Vagy te hogy látod, Szilvi, itt most mindenki felelőse már egy ilyen helyzetben, mint amiben most globálisan van a világ, felelősek vagyunk-e abban, hogy a tudattalanunkban lévő dolgokat feltárjuk és megváltoztassuk? Nagyon okosakat kérdezel, köszönöm, erre öröm válaszolni, ugyanis nem lesz túl népszerű a válasz, hiszen lehetett egymásnak segíteni. Én azért nagyon örülök, amikor emberek ennyire győzködik egymást, hiszen ott van a segítő szándék. Minden vita, ezt nem én találtam ki, minden vita mögött jó szándék húzódik meg. És mivel tudjuk, hogy pro és kontra a tudattalan formálja a véleményt, semmi értelme egymásnak nagy késsel rohanni, hanem, és innen jön, ami talán kevésbé népszerű lesz, ez idáig, eddig a pillanatig bátran lehetett szídni egymás véleményét, családját, felmenőit, viszont aki valaha hallott az életveszélyek biológiájáról, na ettől a ponttól kezdve felelősség. Hiszen ha a tudattalanom dönt, akkor kutya kötelességem azt, azért van tudatom, akármilyen pici is, ott a jéghegy modellben, hogy együttműködjek a tudattalannal, és a szabad akaratom szerint formáljam a tudattalan reakcióimat. Erre nyújt lehetőséget az életveszélyek biológiája, és innentől ez mindenkinek a felelőssége, aki szid valakit, hogy na, én akkor miért teszem ezt az együttműködés, a megértés helyett, hiszen most már ezt súlykolják a tévében itt, most már sokat szorra, hogy a tudattalan dönt, nem voltam eddig felelős, de mostantól igen. Fel kell tárni a tartalmat. Nyilván egy védőoltást az fog beadatni, nem az, akinek igaza van, vagy akinek nincs igaza, hanem akinek a felmenőit megvédte a védőoltás. Hogyha valakinek meghaltak a felmenői védőoltásba, az nem fogja beadatni. Akármilyen kormányrendeletek buzdítják arra, hogy az a jó. A tudattalannak ezt a fajta védekezését nem lehet kiiktatni.
akármilyen tudományos, áltudományos érvek hangzanak el pro és kontra valamiről, amiről valójában biztosat nagyon nehéz tudni. És azért hívom fel a figyelmet arra, hogyha mindenki a saját családjába megnézi ezeket az életveszélyes eseményeket, akkor felelősebb döntést tud hozni, ráadásul sokkal inkább közelíti majd a szabad akaratát, mint hogyha megy szimplán valamelyik média után. És amit említettél, ahogyan mentek a koncentrációs táborokba, és tudták, hogy ott a sor végén tarkon fogják lőni őket, ez nagyon érdekes összehangolódásunk, hiszen kislány korom óta nem értettem ezt a jelenséget, hogy volt összesen 20 őr több ezer emberre, hogy mi okozza ezt a jelenséget, hogy nem ugrottak neki, és olyan szerencsém volt, hogy egyik kliensnek a nagypapája bizony neki ugrott, és nem igaz az, hogy mindenki úgy ment, állt be a sorba, és birka módon várta. Feltételezésem szerint egy perc élet is élet, és ameddig odaért, hogy ő kapta a tarkonlövést, addig legalább életben volt, ha pedig neki ugrott volna az őröknek, akkor azonnal megölik, illetve egyfajta bűntudat is, ha a gyerekeknél jelen van. Feltételezem, hogy ilyenkor azért, ha elég jól viselkedek, hát ha megkegyelmeznek. És innentől nem mindegy, hogy az utódgeneráció mit örököl. Tehát, hogyha mondjuk egy bűntudati tartalommal, egy megalázott tartalommal elhunytak a családtagjaim, akkor az én életemből ez hiányozni fog, mert tudattalanul kerülni fogom. És annak a kliensnek a maga viselete pedig, akinek az édesapja vagy nagyapja, most nem emlékszem pontosan, de neki ugrott a villanykerítésnek, hogy ő elmenekül, nem fogja ott tétlenül kivárni, amíg őt meglövik. Őneki pedig kimondottan az engedelmesség lett. Olyan érdekes, hogy az jutott az eszembe, hogy ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy azért maga egy beszélgetés nagyon sok mindent meg tud oldani, fel tud tárni, és akkor itt jön a másik véglet, amikor mondjuk egy holokausztra való emlékezést állandóan erőltetünk, és ezt a bűntudatot és a bűnösségét, és a vegyünk revansot, és akkor igazából föl tudjuk fokozni egy népirtás szintű programig, ha nem hagyjuk abba ezeket a dolgokat, tehát se a hallgatás, a titkok eltemetése, elássása örökre, ugye az is rezeg ott addig, ezeknek energiáik vannak, információja van, rezgése van, és emlékező, élővé tesszük, és van a túlzott ráfigyelés és állandóan az emlékezés, ami ugyanúgy és újra meg újra megteremti nekünk ezeket a helyzeteket egészen addig, amíg a tudatalattinkba ezt rendben nem tesszük. Ezt jól gondolom? Teljesen jól gondolod. A beszélgetés az a megoldás, ami rövid és hosszú távon is megoldást ad. És itt most azt mielőtt válaszolnék a kérdésre, azt azért el szeretném mondani, hogy ez a felismerés, még mielőtt az életveszélyek biológiája hozzá került volna mellé, vagy tovább fűzte volna ezt a gondolatot, tehát annak felismerése, hogy a tudattalan dönt, és a döntéseinket 95%-ban, a kommunikációnkat 95%-ban befolyásolja a tudattalan. Ez egy olyan jövőképet, ha ezt, hadd fogalmazzak így, sikerülne egyes ember szintjén, ország szintjén, világ szintjén felfogni, és ebben még semmi nincs, amit én találtam ki. Ez még csak a szikár tények, amit tudunk a tudattalan működésről, hogy milyen nagyságrendek, tehát milyen erősen befolyásolják a döntéseinket, akkor az ítélkezésnek véget lehetne vetni. És én nagyon boldog vagyok, hogy ez Magyarországról indul ki ez a gondolat. Mert a mi címerünkben mindez benne van, és minden egyes hímes tojáson a jóságba vetett hit,
igénye rajta van, aki ismeri a rovásírást, az el tudja olvasni a hímes tojást, a népviseletet, ami ki nem vett között népviselet, a tulipános ládát és minden egyes ködmönt, legyen az gyimesben vagy mátyusföldön, ugyanaz van ráírva. És hogy a biológia hol találkozik a néprajzzal, azt egy nagyon egyszerű példával be tudom mutatni. Nevezzük dzsungel körülményeknek, amikor az ösztöneink rögzültek, vagy amikor az életveszélyek biológiája kezdett kialakulni. Ha a dzsungelben ugrik egy tigris, és egyedül vagyok, elég valószínű, hogy mi lesz a kimenetele az életveszélynek. Ha ketten vagyunk, rögtön 50% az esélyem a túlélésre. Ha négyen vagyunk, akkor már csak 25%, hogy éppen engem fog tönkre tenni a tigris, vagy megenni, vagy megölni a tigris. Ezért úgy gondolom, hogy a közösségbe tartozás alapvető biológiai szükséglet az élettartamunk megnövelése érdekében. Márpedig közösség nem fogad be gyilkosokat, diktátorokat, kegyetlenkedőket. A közösségbe tartozás alapelve a derű, a közösségért való tenni akarás, a szeretet adása és elfogadása, mindenki ilyen emberekkel szeret együtt lenni. Tehát a jóság alapvető biológiai szükségszerűsége az emberi természetnek. Ezt igazolja az is, hogy a tudattalan gesztikulációval nem tudunk hazudni. Tehát, hogyha felhúzom az orrom, undorodom, akkor is, hogyha azt mondom, annyira szeretlek. Tehát, hogy ezzel nem tudunk hazudni, ez megerősíti azt a tényt, hogy a jóság az emberiség része. Ezeket el lehet olvasni a hímes tojásokon is, ha nekem valaki nem hinne. És hogyha ezt saját szintünkön minden egyes ember is meg tudja élni, akkor egyrészt teljesítette, mint magyar ember a feladatát, az emberiségért is tett valamit, tehát nekem az a célom a konzultációk során, hogy ne csak az egyes ember problémáját segítsen megoldani, hanem egy törekvést ültessek el az engem felkeresőknek a lelkében, hogy nem csak magáért teszi azt, hogy a problémáit megoldja, hanem ha feltárja a tudattalan tartalmat, akkor eltűnik belőle a saját magának a megítélése, eltűnik a környezete megítélése, és egy kedvező irányba tudja befolyásolni az ő családjának a tudattalan törekvéseit. Ezt több úton megteheti. Ugye mindjárt az a legnehezebb, amit mindenki szeretne, hogy boldog szeretnék lenni, gazdag szeretnék lenni, és azt szeretném, hogy mindenki engem szeressen és kövessen, és hogy ezt akkor eljön, ezt így igény is általában, ha felkeresnek, hogy így körülbelül ezt szeretnék, de ezt a tudattalan ugye gátolja, és elfelejti azt is, hogy mit szeretne, elfelejti a feltárt tartalmat. Szilvi, miért nem hagyja a tudattalan azt, hogy a mi eredendő természetünket, ami a boldogság, az öröm, a létezés öröme, az élet öröme, azt mintha szabotálna állandóan? Így van. Így van, hiszen ha nem jó családi minták rögzültek, ha úgy éltünk túl életveszélyt, hogy valaki boldogtalan volt, vagy valaki elhunyt egy szerelmes párkapcsolatban, akkor az utódgenerációnak a boldogság nagyon nehéz lesz, hiszen a tudattalan kerülni fogja a boldogság állapotát. És minden egyes életviteli problémánkra ez igaz. A testi problémáinkra is igaz, itt hadd kanyarodjak egy picit vissza az új germán orvostudományhoz, ha már egy orvos találta ki, és 40 000 írott esettanulmány igazolja, akkor igenis szóba illik hozni, hogy nincsen fizikai tünet lelki konfliktus nélkül. Én pedig azt mondom, hogy nincsenek lelki konfliktusok családi életveszélyben szerzett tapasztalatok nélkül. És ez határtalan távlatokat ad a saját életminőségünk javításához. Az a legnehezebb, hogy ami már el van rontva, azt most megpróbáljuk megjavítani. Ehhez valóban konzultációk kellenek, kibeszélés, feltárás. De van még két nagyon fontos esélye az emberiségnek, amivel használni tudja ezeket a tudományos felfedezéseket, mégpedig a gyermekvállalás az egyik,
és generációról generációra nem mindegy, hogy mit adunk majd tovább. De ha a jövő kisbabái úgy születnek meg, hogy a fogantatásuk előtt 9 hónappal a szülők hasonlóan az afrikai édesanyákhoz, tehát ahogy megkérik a kezét, ahogy jegyessé válik, már elkezd énekelni egyes afrikai törzseknél az édesanya azt a dalt, ami majd a sorsa lesz a gyermekének. Azért ezt mi is megtehetnénk, hogy amikor a gyermekvállalásra először gondolunk, onnantól kezdve tudatosabban élünk, és ha ránk is kiabál a postás, az nem baj, attól még nem fognak a gyerekünkkel egész életén át kiabálni, ha kibeszéljük. Hogy igen, kiabált a postás, ez egy konfliktus, de én méltósággal, szeretettel, őt emelve válaszoltam neki, és ezzel én emeltem saját magamat, több lettem, és elmesélem a gyerekemnek, hogy így érdemes a minket ért támadásokra reagálni, és akkor az örökölt sorsa már a gyermekem lesz, a gyerekemnek a méltóság lesz, és azt gondolom nem mindegy. És ennek a titka a kibeszélés. És ha így várjuk a gyerekeinket, ha amikor mesélünk a családról, ellátjuk rengeteg anekdotával a családunkról, azokat természetesen úgy színezve, hogy emeljék a gyereket, és itt most mondok egy példát, egy anyuka úgy várta a gyerekét, tényleg ügyelt rá, hogy minden percét vele töltse, dolgozni se volt hajlandó elmenni, mert táppénzre ment, hogy a gyermekvárásnak szentelje az idejét, ez sem teljesen jó, hiszen egy olyan gyermek nőtt fel mellette, akinek nem volt karrier ambíciója, hiszen a kismama állapotban és a fogantatás előtt ugye az anyuka nem akar dolgozni. Tehát nagyon jól átgondoltan kell bánni ezzel a tudománnyal, de ha okosan bánunk vele, akkor csodákat tehet a következő generációval, és hogyha eltelik 5-6 generáció, akkor a Kárpát-medence lakosságával is, és azt gondolom, hogy össztársadalmi szinten is elképesztő erő van ebben a tudományban. És ígértem még egy trükköt, amivel használhatunk a saját, már a saját generációnkban is, az életminőséget, amivel javítani lehet. Véletlenül valakinek olyan szerencséje van, hogy adódik egy túlélt életveszély, az sem mindegy, hogy dolgozzuk fel, hiszen legalább egy hét, de bizton addig, ameddig a kibeszélés ingerét, a közlési ingert érezzük, addig a beszéd segítségével olyan információkat ültethetünk el a tudattalamba, egyszerűen ki kell beszélni, hogy az, hogy szerelmesek voltunk éppen, és közben meghalt valaki az autóban mellettünk, az nem azt jelenti, hogy a szerelem halálos, mert ez közömbös tény volt, az volt a halál oka, hogy valaki beült egy részeg sofőr mögé, és a felelősséget kell a következő generációnak erősíteni. Ha így átbeszéljük az életveszélyeket, akkor a felelősségvállalás, az ittas vezetés kerülése, ezek lesznek az életet valóban védő információk a tudattalamba, a szerelem pedig megmarad ismételendő életkörülménynek, hiszen olyan jól szorították egymás kezét, hogy túlélték még a gyászt is, a karambolt is, ezt itt aztán lehetne ragozni az érveket. De ha a család összeül egy életveszély túlélése után, vagy egy halálesetnél, és nem inti le az asszonyokat, akikben ösztönösen megvan még a kibeszélés igénye, hanem átbeszéljük azt, hogy mi volt az, ami az életveszély kimenetele szempontjából fontos volt, és ismétlendő majd a mi jövőbeni életünkben és az utódgenerációkéban csodává varázsolhatjuk az életünket. Szilvikém, nagyon szépen köszönöm. Én szeretettel ajánlom a könyvedet, ami nulladik lépésnek. Nagyon jó, mert amikor a könyvedet olvassa valaki, akkor automatikusan elkezd emlékezni a saját életére, a saját család, mit mesélt, hogy is volt, mit mesélt anyukám, hogy is élt a nagymamám, mi történt. És én azt gondolom, hogy ez egy óriási ajándék és lehetőség az élettől, hogy egy ilyen kinyitott szemmel, egy szeretetteljes, egy tudatos jövőt teremtő szemmel az életünket, az emberek sorsát megváltoztató szemmel tekintsünk rá újra
az életünkre, az őseink életére, ami, hogyha valaki nem is akar még feltétlenül kitárulkozni, megnyílni bárki felé, megbeszélni ezeket a dolgokat, akkor a könyv is segítség önmagába véve. Illetve hát azt gondolom, hogy Szilvi, te valami sokkal nagyobb dologba nyúltál bele, hogy úgy mondjam, valami olyan fantasztikus területet nyitottál meg, amit nem traumatikusan kell újraélnünk, tehát nem kell úgy mond, ahogy szokták mondani, hogy nem beszélek már a múltról, hiszen a múlt az már megtörtént, az halott, azt ne piszkáljuk már, nem kell újra feltépni sebeket, hanem egy teljesen más, egy sokkal magasabb tudatossági szintből történik már a ránézés, és ez kellemes, és szeretném folytatni veled a beszélgetést majd, hogy mik a tapasztalatok, ténylegesen mit élnek meg a klienseid. Jó, nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra.